A videóhoz a legújabb Turbo Atax Forma 1-es termékeket a sajtóforrás biztosította. Megtaláljátok a webshopban, link a leírásban www.sajtóforrás.hu. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Trading Card Zone, és a mai videóban pedig Forma 1-et fogunk bontani, ha már visszatér a Forma 1 ugye Szingapúrba, akkor mi is belebontunk, hiszen volt egy kisebb-nagyobb kihagyás, mind videókba, mind maga a futamokba, de itt van. És nagyon szeretném, hogy nyissunk valami jót, hiszen számozott kártyák is elérhetőek, a Mega Multiból nagyon-nagyon ritka limitáltakat is lehet nyitni, ott a fémdoboz, itt a sima csomag, és egy starter is itt van még, úgyhogy nézzük meg, azt nem tudom, hogy melyikkel kezdjem. Kezdem azzal, ami talán a legalapabb, az a sima csomag. Nézzük meg, 5 bontatlan csomagom van, és itt írja is egyébként, hogy azért lehet ezekből is limitáltat nyitni. A Signature Style is nagyon jó lenne. Igen, most jutott eszembe, hogy nem csak a számozott a nagyon jó, persze az is, hanem a Signature Style, úgyhogy tegyük is külön azokat a kártyákat, amik csillognak, és akkor majd így össze tudjuk vetni a végén a dolgokat. Illetve van itt egy Country Pride Parallel kártya, ez nem számozott, ugye ez egy sima parallel, viszont nagyon örülök neki, akár ezt is tehetjük külön, hiszen ez alapkiadásnak egy ritkább változata, úgyhogy azokat is megéri azért gyűjtögetni. Nézzük a következő pakkot, hogy abban mi van. Alaptípusú kártyák közül egy Hamilton, illetve egy Stroll. Nagyon jó Hero kártya, Pit Crew, a box csapat, ez nekem nagyon tetszik, mint új kártyatípus. Jók ezek a Forma 1-es kártyák, szerintem nagyon szép lett, úgyhogy igazából elégedett vagyok így összességében. Nem sok negatívat tudok mondani róla, és tényleg ez is remek kártya. Emojikkal Pierre Gasly, 3 csillogósos pakk, az egyébként jónak számít, alapjába véve 2 van benne, a fölött nyitod, akkor az már egy szerencsésebb csomagnak mondható. Nézzük a következőt, hogy ebben mi van. Ó, na, ez már menő, csapatlogó, meg minden, tiszta jól néz ki. Van itt egy Toto Wolff, egy Hero, Leclerc, egy jó kis nagy Red Bull csatában. Ó, de jól néz ki, David Coulthard, legenda kártya, és visszahozzák a legendás Forma 1-es versenyzőket. Hát Coulthard egyértelműen az, akár a Red Bull, akár a Merci overájába teszik bele. Nagyon király, remek ember, mármint így tényleg így emberileg amúgy tök jó fej, az interjúkban is látszik, amikor szokott futam után interjúztatni. Képbe van a sportággal. Továbbra is F2-es kártya, mind a kettő F2-es, sajnos, ez picit szomorú azért. Viszont a végén látom, hogy jön a kárpótlás. Ó, Sass Club és Parallel. Ez dupla kombó, ez nem csak egy sima Sass Clubos, hanem egy különlegesebb változata. Nagyon jó, jók voltak ezek a sima csomagok, ezek teljesen jók voltak. Nézzük meg, hogy a multiban mi van, 4000 forint. Lessük meg, hogy mit tartogat számunkra, már ha ki tudom bontani, hogy jó vastag papír védi. Ott még egy karton, és ott vannak benne aztán a csomagok, amik között lesz a limited edition-ös pak. Vannak ilyen sima csomagok, és vannak olyanok is, amikre rá van írva, hogy az limitáltat tartalmaz. Nézzünk először egy simát. Úgy. Ó, látom, hogy jön majd valami jó a végén. Na, mi vagy te? 3 csillogós, az egyik egy Perez, másik egy Sainz, és egy Schumacher, Sass Clubból Schumacher. Na, ez jó pak volt. Ez nagyon jó pak volt. Nézzük meg ezt a különleges feliratosat, amiben ugye elvileg a limitált lesz. Na, nézzük meg, persze más kártyák is lesznek benne. Ó, micsoda. Black Orange, zászló, Safnauer, majd Speedster, Perez. Van itt egy milestone moment. Ó, igen. Kinyitottuk még egyszer Schumit, de ez viszont megint egy különlegesebb változata a Schumachernek, hiszen ez a Parallel kiadása. Úgyhogy egyértelműen ez kerül nálam az albumba. Nagyon jók ezek a Parallel kártyák, már jó pár darab jött belőlük, úgyhogy őszintén szóval teljesen elégedett vagyok. Ez pedig egy limitált verziós kártya, Gold Limited Lewis Hamilton. Nézzük a következő pakkot. Azt a minden, itt is jó kártyák lesznek, de főleg a végén vannak a csillogósak, hiszen megint egy Sass Clubosba bontunk bele, ez pedig egy Alonso, de itt is azért voltak még jók. Nagyon jönnek ezek a Sass Clubosok, kicsit furcsa ez a Matrix design a háttérbe, de őszintén szóval
amúgy jól néz ki. Max a témához a Forma 1, ez annyira nem illik a Matrix design szerintem, de semmi vész. Hát a függetlenül mondom, rendben vannak ezek a kártyák. Utolsó csomagot nézzük meg. Vajon milyen lesz a Megamulti utolsó pakja? Milyen sok csomag? Vagy milyen sok kártya van benne? Azt figyeld. Fú, de jó. És a végére Platinum Verstappen. Most nem jött ilyen Orange, meg ilyen mindenféle különleges Hamiltonos kártya, de ettől függetlenül így is nagyon elégedett vagyok, mert rengeteg jó jött ebből a multiból is. Nézzük meg a starter pakot, és akkor nagy fémdobozt, amiben rengeteg kártya van, 66, azt a végére hagyjuk, ebbe azért kevesebb kártya van, viszont van benne más is. Album, amiben gondolkodok egyébként, hogy a limitedeket, meg az ilyen különlegesebb lapokat, a paralleleket, ha esetleg jön számozott, meg ilyenek, akkor ezt egy külön albumba gyűjtöm, ezen még el kell gondolkodnom, hogy mennyi hely van, mert azért nem olyan sok kártyás ez az album, hogy még simába, meg még paralelbe is kigyűjtsd, azért az luxusnak mondható, minden esetre a borítókat mindenféleképpen berakom, ez a hátuljába megy. A Signature Style, hogy ebből nem sikerül nyitni, hát ez teljesen hihetetlen, mert amúgy nagyon-nagyon ritka. Amúgy nagyon-nagyon ritka kártya, és abból is tökre örülnék, hogyha meg lenne az albumomba. Hát a 100%-os album bemutatótól eléggé messze vagyok. Az a helyzet, hogy eléggé messze vagyok. Sajnos nagyon sok kártya hiányzik még. De majd, ha már elfogy a csomagom, még azért van bőven, még displaybontást is szeretnék itt a csatornán, de hogyha elfogy, akkor mindenképpen bemutatom abba az állapotba, ahol ki sikerült gyűjteni. Sergio Perez garantált mindegyikbe, sajnos nincs olyan, hogy más pilóta lenne benne, mindegyikbe fixen Perez van. A többi pakka az már más kérdés, ebbe lehetnek bármilyenek. Gold Limited, Diamond Limited, na és akkor itt viszont ez bármilyen lehet. A mellékelt kártyák, illetve van még egy nagy pak, ilyen fehér csomagolással van összeállítva, tehát ebbe sok kártya van, direkt így rakták össze. Na, fordítsuk meg, össze-vissza kell forgatni. Oké. Lesz-e benne csillogós? Van. Van benne csillogós, hiába forgatom össze-vissza, azért csak látszódik az. Melyik a másik, ez is egy F2-es sajnos. Ez a multi, vagy mi az a starter pack az albumon kívül annyira nem volt erős, ez tényleg azért jó, hogy na, akkor megvan az albumod, és akkor el lehet kezdeni gyűjteni a szériát, és onnantól kezdve pedig a fémdoboz az, ami szerintem a nagy ágyú, három különböző szín van belőle, de ez, ahogy mondtam, tényleg nagy ágyú, tehát ebből aztán lehet gigantikus dolgokat bontani, kezdve azzal, hogy van limited csomag, ami csak a fémdobozban található meg, illetve a cserék tárolására kapsz egy király dobozkát. Itt a nagy vaskos pak, itt van mellé a limitáltas csomag, nézzük meg a nagy vaskos pakot először. Ezt a mindenit, mennyi kártya. Imádom ezeket a fémdobozos megoldásokat. Nézzük, és teljesen randomizálva van, azért, mert így be van csomagolva, ez nem számít semmit. Iszonyat mennyiségű. Nem már. Én azt hittem, hogy egy nagy vastag pakban nem lehet duplázódás. Erre a 49-es egymás után jött. Aj, de csalódás, hogy ennyire duplán. Ez de kellemetlen. Jaj, na jó, mindegy, tegyük túl rajta magunkat. Oké, ez mind csillogós, csak úgy mondom, ez brutális mennyiség. Superstars, Top Savarts, csapatlogó, megint csak egy Top Savarts, Leclerc, ez mind paralel, elképesztő mennyiség. Signature! Azaz. Ott pedig kirakjuk, a Signature-t. Alex Albon Signature Style kártyája, végre! Végre Signature, de jó. Köszi fémdoboz, köszi. Van itt egy Mr. Consistence, illetve itt egy Super Star és néhány F2-es paralel. Nézzük meg az utolsó csomagot. Ebbe ugye a limitedes kártyák találhatóak meg. Ó, így van, Vegasos kártyák, nagyon-nagyon szépek, de nem csak ez a szép bennük, hanem az, hogy még papaja Lando Norris is jön. Meg Diamond, meg Gold, a papaja Norris. Azt a mindenit az nekem egyáltalán nincsen meg. De király, nagyon-nagyon jó. Jól van.
Hát figyelj, én teljesen elégedett vagyok ezzel. Számozat ugyan nem jött, de amit nagyon szerettem volna, a Signature Style-t végül a nagyfém doboz beadta, és ezért mondom, hogy ezek a nagyfém dobozok amúgy nagyon-nagyon megérősek. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ahogy mondtam a videó elején, sajtóforrásnak köszi a pakot náluk, megtalálhatjátok, meg amúgy még sok helyen, úgyhogy ez így tök jó, hogy mindenhol elérhető ez a cucc, de ott a link a leírásban. Addig is jók legyetek, sziasztok!